Na, hello, jó estét! Na, megvan mindenem? Meg. Hello, jó estét! Szervusz Répa, szervusz Gergely! Na szóval, gyerekek, akkor jöhet, ami elmaradt, és hogy is van, ez kell nekünk. Sajnos nem sikerült rávennem a játékot, hogy megfelelő módon működjön. És remélem, hogy nem lesz gond az adással. Néha úgy nézem, hogy olyan problémázik valami. Na, szóval folytassuk akkor a űrkutatásunkat valódi méreteknél. Na, van egy dokkolásunk, srácok, hogy az űrállomásnak a következő eleme, ami 40 valány tonna üresen, az már fönn van dokkolópályán, és nem lesz könnyű ez a dokkolás, úgyhogy elég nagy a méret, és gyengék a manőverfúvókák, bár van rajta ugye giroszkópikus stabilizátor is. Az egész űrállomáson lesz összesen két darab, ugye az előző részen van rajta, egy nagy meg ezen, de ez... Hoppá! Nem mindig akar rendesen működni ez a rész. Nem is tudom, most hol vagyunk, talán kínai kilövőálláson. Mindig aktuálisan oda megyek, ahol éppen legközelebb van pályán a űrállomás. Ugye, mint látjátok, ilyen 40 valány fokos inclinationje van neki, tehát szögeltérése. Datogjál még nekem. De azért jó, mert így tulajdonképpen, hogy forog a Föld, meg egyéb Földnek nagyon nagy terület fölött el tud haladni. Úgy, mint ugye valóságban a nemzetközi űrállomás. És ugye itt van a következő elem, ami szép nagyocska. Úgyhogy... És közben a fejhallgatóm is szétesett. Ez egy ilyen virtuális 5.1-es fejhallgató, de... egy műanyag betétje, az így megunta magát, és leröppent róla, így meg viszont el akar esni a fejemről. Na szóval, jó emlékszem, akkor ezen már van két darab, négy darab nagyobb cooler, tehát ilyen radiátor, és ide kell adnom a irányítást, és valahol itt van a célpontunk, jaj, hol vagy? Megvan. És tulajdonképpen pont oda is kéne dokkolnunk. És ez így jó is, csak... akkor szépen valahogy ezt össze is kéne hoznom. És végre sikerült a manőverfúvókákat rávenni, bár nem tudom én, szerintem ezek a fúvókák, ennek ugye a ISP-je 187, ennek viszont 212. És mind a kettő ugyanaz a típus. Tehát én szerintem ez nem ugyanazt teszik, mint ez. De minden esetre működik, tehát ez a lényeg. Kicsit megmond, hát, na, a lényeg az, hogy ez egy nagyon nehéz és lassú dolog lesz. Tehát itt a valóságban abszolút ugye nem úgy működnek a dolgok, mint a játékban. Úgyhogy hát ez a siettetés, ezt így nagyjából kapásból is lehet felejteni. Itt látjátok, ilyen szép, normális, lassú sebességgel fogunk megfelelő pozíciót felvenni. Úgyhogy ez a modul, ez szintén üzemanyag tartály, illetőleg két lakomodul van rajta. Illetőleg még egy nagy senior csatlakozó. És illetőleg ugye itt látjátok, ez egy ilyen négyes csomópont, tehát itt lehet majd még bővítenünk a űrállomást. Ez a két modul hasonló egyébként az orosz modulokhoz. Egy picit. Valami hasonlóság is legyen azért a nemzetközihez. Szépen felveszük ezt a középső pozíciót először is. Mint látjátok, azért szép lassan halad a móka. Úgyhogy ez egy ilyen egyszerű dolog. Aztán utána meg kell tervezni majd a következő két modult, illetve vagy négy modult, ami ide fog még csatlakozni hozzá. Na.
Egy kicsit tolunk rá még, de nem túl sokat. Aztán szépen megfogjuk el. Gyroszkópikus stabilizátor az itt van rajta. Egy sáv, ez a kb. Rakedrinek ez a övszerű gyros stabja. Csak sosem lehet rákattintani, az a baj. Valahogy nem jön össze. És nem is tudom, hogy melyik tartályban van. De valamelyik tartályban van még némi üzemanyag. Talán... Jaj, azt hiszem itt. Ezekben van. Mi ezeket is üzemanyagtartályból állítottam össze. És szerintem azokból fogyaszt a manőver fúvóka, vagy ha mégsem, akkor nem. De úgy tűnik, hogy nem, úgy tűnik, csak hidrazin teszünk, de akkor azt nem értem, hogy miért más a fogyasztása nekik. Tehát ugye 212 az ISP, ez meg 187, és elvileg tök ugyanaz a két manőver fúvóka, tehát ilyen érdekes a móka. Nem is tudom, hogy lefelé. Így ez az jó irányba. Tehát tulajdonképpen nem értem ezt a különbséget. Elég sokat szórakozott megint ez az RSS Aero, és szerintem az Aero, vagy a Realism, Real Fuel okoz problémát, hogy így megváltoztatja nekünk a üzemanyag fogyasztását, vagyis hogy mondom, a hajtóműnek a jellegét, hogy mit fogyasszon, vagyis hogy mivel működjön. Hát valamelyik a kettő közül okozza ezt a problémát. Ez az szépen. Aztán még ugye természetesen megfelelő pozícióba is kell állítani a dolgot. Tehát tengely körül. Tehát szóval ez egy nem egy könnyű móka, egy egyszerű űrhajóval biztos, hogy gyorsabban fog majd ez menni, ez a dokkolás. Utána szeretnék fölküldeni egy legénységet is majd a űrállomásra, mert leszerelni való. Szervusz, Szilveszter! Nem a helye miatt, de nagyobb tömeget kell arrébb pakolnunk, úgyhogy azért megy most ilyen lassan. Ja, ezt most benéztem. Kicsit vissza, ez az, ennek szólok, itt ennek a narancsára a kis karikáknak. De tény, hogy nagy a tömegünk, és azt kell bizony mozgatni. És csak négy fúvókát tettem föl, bár ezek elég nagy méretűek, tehát elég rendesen zaválják le nekünk a hidrazin mennyiségünket. Visszakapcsolom a sast, mert ez a sas azért nem annyira tökéletes. És itt látjátok, nagyon-nagyon lassan mozdul arrébb. És nem is pont jó helyen vannak ezek a fúvókák, úgy látom. Igen, mert elmozdul a narancsára karikánk. Na de. Hát szóval ez ilyen egyszerű, szép kis lassú móka lesz, akár tetszik, akár nem. Ugye ez az, amiből lehet tanulni, hogy bizony a űrhajózás az nem egy ilyen hip-hop, rip-robs játék, hanem bizony mindennek megvan a maga ideje. Na, és akkor így most már biztos, hogy fogunk közeledni. Ez az. Na szóval. Igaz, hogy egy kicsit távolodunk tőle, de úgymond elfele, de közben közeledünk is azért. Egy kicsit rágyorsítunk időt. Na, akkor ezek szerint hidrazint fogyasztunk mégiscsak, de még akkor sem értem, hogy miért különböző a dolog.
Jó. Szép lassan lehet ezt is szádvenni. És egy kicsit meglökjük most már előrefele is, de csak épp egy kicsit. Hogy haladjunk előre is. Ez az. Autómentés. Azt úgy hiányoltam valahogy. Na szóval is. Ha minden igaz, akkor megpróbálom ezt a tengelybeállítást is összehozni. Kikapcsolom a sast, mert lezabáltatja a hidrazin nekünk. ...177-180 fok kell nekünk, vagyis hogy 179,9-szel is kiegyezek abszolút mértékben. Közben szép lassan közeledünk. Ez az, na még egy picit. Oké, ha nagyon kicsit mozdul az űrállomás, azt még a sas meg tudja fogni, de ha kicsit nagyobbat, azt már nem. Úgyhogy nem ilyen. Rakjuk vissza pozícióba. Ez az, szépen jó. Ez most így megvan. És egy kicsi időgyorsítás új fent. Igaz, hogy vagy másfél fokot elmásztunk, majdnem két foknyit, de reméljük, hogy majd mindjárt visszakorrigáljuk azt. Szóval látjátok, azért nem olyan könnyű. Hello Gábor, hello Rozsdás, hello Béla. Látom, közben szépen gyűlünk, aminek örülök. Na, akkor egy kicsit lökjünk még manővert. Ez az. Viszont kicsit visszaépékezem, hogy közelebb ne menjünk már nagyon, mert így. És egy kis időgyorsítás újra. Jó. Azt mondja, meg vagyunk, akkor egy kicsit ezt arrébb lökjük. Na, jó lesz ez. Tengeren csónakázó laborra milyen műszereket érdekel? Van ez az oceanográfiai műszer egyébként, azt már kapásból fölrakhatod rá. Tehát az kimondottan arra van, hogy vízben végezzenek vele kutatásokat. Engem kérdez, hogy pontosan mi a neve. Így pontosan nem tudom én se. Valamilyen oceanográfiai akármi. Nem emlékszem rá pontosan, hogy milyen néven fut. Jó, 50-40 méter körül vagyunk, úgyhogy ezek, ha jól tudom, ezek a napelemek, vagy nem azok a napelemek. Na nézzük egy kicsit jobban meg közelebbről. Nem ezek a napelemek, de tulajdonképpen ami itt ezen rajta, ezeken van, ez csak ideiglenes, úgyhogy
abszolút mértékben ideiglenes jellegű, hiszen lesz majd akkor egy önálló. Jó, körülbelül jó lesz ez. Hát már kicsit több lettünk kéne. Oké, 180 fok körül mozgunk, és újfent állítunk a manőveren. És időgyorsulunk. Szóval szép lassan közelítünk, mint látjátok, tehát nem siettetjük el a dolgot, hiszen nem kis elemekről beszélünk. Oké. És reméljük, hogy sikeres lesz a dokkolás. Seniorral már nagyon rég dokkoltam. Senior dokkolóval. Oké. Úgy látom, hogy igen, egy kicsit kell jobbra. Most már szem meghajthatjuk előrébb, kicsit jobban. Oké, ez a 0,2 méter per szekundum, ez teljesen jó. Tehát ezt nem kell jobban tolni. Ez az. Aztán meg kell tervezni, hogy milyen energia ellátó elemeket fogunk a űrállomáshoz följutatni, illetőleg ugye a legénységet szeretném följutatni. Megvolt ez a kis korrigálás is. Na, lassan meg is vagyunk. Szépen közeledik, tartjuk a 180 fokos szöget. Abszolút jók vagyunk. Ez raster próba is érdekes, ez a dokkolás, mert ott ezeket az adatokat, amiket itt vonalakban látunk, ott számokba kapjuk meg, ugye XY, Z tengely, a Z-tengely, az a közeledési sebességünk, ugye a XY-t ugye meg nem kell mondanom, ugye a vízszintes és a függőleges tengely. Ezeket számokba kapjuk, hogy mínusz plusz merre. Ugye természetesen mindegyik a XY akkor tökéletes, hogyha nullához, vagy nullához nagyon közel van. De majd legközelebb azzal próbálunk majd megmutatni, hogy milyen egy dokkolás. Nem a docking portál. Na, 0,2 méter per szekundum, 180 fokos szögben találkozunk. Köszi Tamás! Aranyos vagy. Este meg akkor ezután majd lesz majd egy órás szünet, ezt 9-ig fogjuk tolni gyerekek, aztán nekem van egy kis dolgom. Lesz egy órás szünet, és 10 órakor meg folytatjuk az éjszakai live-ot. És majd újra kell terveznünk majd a Mars rovert, Mars űrhajót is, de az majd szerdán fogjuk csinálni. Most ugye azért ezt a kis űrállomást is tologattam. Illetőleg kell majd egy olyan modul, ami a létfenntartással fog foglalkozni. Majd még nem tudom, hogy melyik legyen. Én szerintem az energiával fogjuk kezdeni, mi energiát fog adni. Illetőleg lehet, hogy üzemanyag tartály funkciója is lesz.
Egész jó gyerekek, 11 méter, és nagyon szépen közelítünk. Erre az elemre, ha jól tudom, már tettem kamerákat. Így van bizony, ezeken már van kamera, de hát ugye természetesen ezekben a járművekben ezt nem tudjuk nézni, majd azon, amelyik fölcsatlakozik ide. És lassan meg is van a dokkolásunk, illetőleg vannak ezen már fényszóróink is. És a legnagyobbakat tettem föl, de mint látjátok, azért nem olyan baromi erős fényük van. Oké. Hát tökéletes lesz. Na. Viszont azt nem tudom, hogy ezek miért mennek 100%-on, 100,30%-on mennek a hűtők, eléggé durván nagy teljesítményen. Hogy ez valami hiba, vagy alapból 100%-on mennek, nem tudom. Erre még rá kell jönni. Na nézzük. Mindjárt megvan. 2 méter. Ó, nem is közelítek rá, inkább maradjon ez a ablakos nézet. Úgy tűnik, hogy jó a móka. Ez az, tökéletes. Na, szóval ugye az űrállomásunknak akkor a két nagy modulja már össze van rakva. Hát ilyen nagyon nehéz modulokat tulajdonképpen már többet nem szeretnék fölpakolni. Úgyhogy ezek lesznek a maguk. Ugye itt van a mobil laboratórium, ugye a legénységnek szállás. Ugye a nagy rész az tulajdonképpen megvan. Délelőtt nem volt live, csupán csak egy tesztadást csináltam egyébként, úgyhogy hogy hogyan fut esetleg egy különböző játékok. Ugye a régebbi játékok közül válogattam, hiszen a régi játékok között is van jó pár, ami nagyon jó, és nézzük, ez is 100%-on futnak ezek a radiátorok is, tulajdonképpen nem tudom, hogy miért. Úgy tűnik, hogy minden lakóegységben van széndioxid szűrő, ami úgy látom, hogy lítium hidroxiddal működik, ugye ez elnyeli a széndioxidot ugye a levegőből, tehát mondjam, nem lesz, nem maradott mérgező anyagként, és hogy nagyjából a súlypontot gatyába rázzam, ne legyen ebből probléma, ugye ez nem, ide üzemanyagot fogok most átszivattyúzni, ebből a nagyobbik tartályból. És természetesen üzemanyaggal is fel kéne tölteni még a űrállomást, úgyhogy talán még egy üzemanyag tartályt is úgy önmagába fel kéne lőni, hogy üzemanyag utánpótlást tudjunk biztosítani. Illetőleg ugye még majd olyan elemet, ami dokkolóként is fog funkcionálni, hiszen ebből a NASA docking systemből csak egyetlen egy van még fenn ezen az állomáson. Tehát úgy terveztem, hogy itt jobb és bal irányban lesz egy üzemanyagtartály, aminek a végén lesznek ilyen dokkolók, illetőleg vagy üzemanyagtartály, vagy majd ugye mindjárt megnézzük, hogy miből lehetne itt egy hosszabb elemet, aminek a végére fogunk napelemeket elhelyezni. Na szóval, egyelőre itt tart az űrállomásunk, és nézzük is meg, hogy így üresen a tömege egyébként 100 tonna, tehát nagyjából most vagyunk a Mir környékén, vagyis hogy nem egészen, de közelítjük már. Na szóval, űrközpont! Tudom, igen, nem működik a weboldal, már felvettem a kapcsolatot a szolgáltatóval, és már dolgozik a problémán. Ugye reméljük, hogy minél előbb működni fog.
remélem, hogy holnapra már nem lesz vele probléma. Köszönöm szépen, Sándor. Hát ma már beszéltem a szerver szolgáltatóval, úgyhogy már rajta vannak a dolgon. De csak az az egy weboldal hiányzik, úgyhogy a többi az megvan, tehát még ezen kívül két másik weboldal, ami hozzám tartozik, azok működnek. Nem tudjuk, mi a probléma, mert egyébként a domain kezelőn nekem ugye ott szerepel az összes. Na. Na szóval akkor, tehát ott tartunk, hogy kéne egy jó kis űrhajót, egy jópofa űrhajót akkor összeállítani, és legénységet ugye juttassunk föl most már a űrállomásra, illetőleg némi műszert, hogy akkor dolgozzanak is, tehát valami történjen is az állomáson. Ne csak ott legyenek. Na szóval. Nem is tudom, hogy sima űrhajót raktam be már össze, de valószínűleg, hogy igen, tehát a Moon Crew az ugye már elkészült egyszer. Nézzük is meg, ebből lehet, hogy valamit össze tudunk hozni. Jó, de benne vagyunk nagyon. És így van, és ennek a tetején van rajta egy ilyen dolog, ami tulajdonképpen nem fog kelleni, és... Ja igen, ezt dokkoltattam, azt hiszem, fönt, tehát akkor ezt így, ahogy van, innen el lehet dobni. Azt nem tudom, hogy ez a hajtómű, ami itt van, ez egyszer indítható. Aha. És az utolsó fokozatban van nekünk 2000 delta wing, ami egy igen tökéletesen elegendő nagyon sok mindenre, és jó is, ami még poén, hogy ugye ez Erosin NTO, lol, ez szórakozz, és ez Erosin NTO-val működik. Na nézzük. Tehát, hát igen, itt voltak ezzel gondjaim, ha jól emlékszem, hogy nem is kis gondjaim voltak ezzel a fokozattal, ezekkel a hajtóművekkel. Ha, hát igen, na jó. Azt nézzük, hogy ez 11.000 delta V, tehát tulajdonképpen ezzel akárhova el tudunk menni. Ez nagyon jó, ez a mennyiség. 11.000, hát jó, maradhat, de ezzel nem vagyok itt kibékülve, mert ugye ez problémás volt. Sajnálatos módon, úgyhogy ezt így valahogy át fogom alakítani. Így és... Dob ki! Ne fog meg, dobd ki. Ó. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy fölteszünk ebből még egy hajtóművet. Így, és ezeket egy kicsit valahogy átrendezzük. Jó. Nem, akkor még egy kicsit igazítanunk kell ezen. Ú, de bele eltűnt. Ez a kis napelemecske. Így talán jobb lesz. A másik oldalt azt hiszem nincs semmi extra. De jó, hogy csak egyet raktam föl. Oké, kettőt. Kettőt, légy oly kedves. Nagyon jó. És akkor ebből az egy hajtóműből szépen fölpakolunk egyet, így ide. Egy kicsit följebb. Ahó, titeket meg egy kicsit lejjebb, és úgy tűnik, hogy nem érnek nagyon össze. Jó, körülbelül.
Na nézzük, tehát ez itt van, minden itt van. Ez működik. Tudja a fene mivel? Erozén NTO-val. Ugye ebbe üzemanyag, ez ugyanaz. Tehát ugyanaz az üzemanyaga tulajdonképpen, mint a hajtóműknek, úgyhogy így ez gazdaságos tud lenni. Na, szóval akkor ez elvileg így jó, megnézem, hogy van-e kiosztás valami a antenna, napelem. Jó, ez így tökéletes. Akkor már csak egy decoupler kell nekünk. Egy nagy méretű. Ahó. Ja, igen, ez volt a gondom, hogy ezeknek nincs itt ilyen csomópontja. Aha. Ez jó poén. Ez jó poén. Ajaj. Igen. Jó, akkor vissza az egész. Ezt úgy, ahogy van így. Elhajítjuk a fenébe. És ezt is vissza, vissza, és akkor rakjuk azt a hajtóművet, amit már megszoktam, hogy olyan teljesen, tökéletesen jó tud lenni, és nincs, nem okoz nekünk problémát most már a használata. Ez 8-szor indítható hajtómű, bőven elegendő lesz nekünk a földkörüli pályához és a többi. És UDMH NTU, amivel ő működik. Ez az, és akkor már is van 2000 delta vénk. Méter per szekundumos delta vénk. Ebből fölteszünk egy pár darabot, és 0,77. Na, egy kicsit közelebb. Ez a tizenvalahány darab hajtómű azért abszolút nem olyan nagy probléma. Jó. Így. Jó. Akkor már csak egyedül a középső maradt ott, ha jól láttam, és jól, hogy ő lesz majd az, amire rátesszük a decouplert. Jó, 1741 méter per szekundum, de ebbe is akkor teszünk ilyet, mert különben szerencsétlen kis vackunk nem fog működni, ez pedig ebbe mennyi van? Erozénból 37. Ez kell a manőver fúvókákhoz. Ez erozinnal működik. Próbáljuk meg átállítani hidrazinra. Én a mondó vagyok, hogy elhaigáljuk. NTO, ugye ennek kell ez a jó, ez itt van, tehát ez majd, hogyha leválasztásnál fog kelleni nekünk. És üzemanyag tartály, ugye ez a kis kifogyasztó tartályunk, amire szükség van, ez itt lejjebb lenne az alján, hogy megbízható legyen teljes mértékben ugye a dolog, akkor ez kaphat ilyen UDMH akármit, és ebből ezt kitörölhetjük. Na és akkor most jön a szokásos probléma, ez a fúvóka, ha fölhelyezzük. Na. Nem kettőt, négyet szeretnék. Nem nyolcat, hatot, négyet. Ez az. És nézzük meg, mivel működik. Hidrazinnal működj. Működj, hidrazin. Működj, hidrazin. Jó. Na, ezt még egyszer.
És nem, ennyi elég lesz abszolút mértékben. Engine. Jó. Oké, ő. Hidrazin. Tökéletes. Na, akkor erre most már tényleg fölrakhatjuk a dikáplőrünket. Szép nagy. Új, fent el kéne valahogy találnom azt az egy szem középsőt. Megvan. Középen, középen, közép, közép. Abszolút jó. Azt mondja, hogy ebből viszont most kettőt. Ő nem ennyit. Ahó. Így. Kettőt. Ez az. Hát. Megint nyolcat, jó. Oké. Téged viszont innen eltávolítunk. Te nem kell lesz. Jó, hát ennek elvileg így jónak kell lennie. És akkor ezt szépen ide fölpakoljuk. És ez az. Azt mondja, hogy na nézzük. Ezt újból fogjuk építeni. Na, gyerünk. Ahó, így. Ez az. És bezár. Jó. Na, hogy a francba sikerült összehozni ezt a 6000 deltavét? Na nézzük. A végig kell nézni az indítási sorrendet. Tehát egyszer van ez a iszonyat mennyiség hajtóművünk itt. Egyszer. Tehát nem, te menj már innen. Két szélső, két szélső. Akkor ezek működnek el. 1,64 méter per szekundum. 1,64 a tolerőtömeg arányunk. Illetőleg indításkor ugye beindulnak ezek. Aztán elsőnek le fogjuk hajtani ugye a oldalsó szilárdfokozatot, boostert, utána beindítjuk az alsó hajtóműveket, mielőtt kifogynának az oldalsó tartályok, és utána jön a leválasztás, szintén jó, akkor működik a középső fokozat. Akkor lesz az, hogy el fogjuk hajítani, ha ez működik, el fogjuk hajítani a áramvonalazó kúpot, illetőleg a manőver fúvókákat be kéne kapcsolni. Méghozzá ugye ezeket. Ezeket, jó. Egyértelmű. És ennek ugye van ez a hű, de sok ez a hajtómű. Na várjunk, tehát hogyha ez elszállt, akkor beindul ez a hajtómű. Ez a 8 viszont nem. Ez a 8 viszont nem. Úgyhogy ehhez, ó. Gyere, 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 gyere. Aj, téged ide. Na, hogy? Ó, hogy a anyukáddal szórakozzál, te drága. Na, nézzük, most már megint fogalmam sincs, hova pakolta. Akkorákat tud ugrani ez az egész vacakság, hogy valami borzalom. Ez hol, és akkor ez hol a faszban van? Ó, bakker.
Te kerülsz ide. Ez az. Így már is jobb a munka. Jó. Erre nem kellene eltávolító ilyen rakétafúvókát, mert itt majd a manőverfúvóka fogja végezni ezt a dolgot. Illetőleg újfent ellenőrizzük, hogy hidrazin. És nem, te most nem kell lesz, ez kell ó és hidrazin. Tehát teljesen jó. Akkor föl fogom lőni, akkor fog kiderülni, hogy aj, de jó, hogy én itt irogatok, és közben nézem, hogy ez meg nem csinál semmit. Jó, írtam le egyáltalán. Na, szóval most megnézem, mit írogattok ide egyébként. Teljesen el voltam azzal értem, varázsolgatni próbálok valami űrhajót. Hello, Bello, Mártin, és igen, már túltárgyaltuk a weboldalt. Na szóval, akkor elvileg meg is vagyunk, és innentől kezdve látjuk, hogy 10 000 deltavénk van, aminek elvileg elégnek kell lennie. Viszont meg kell keresnünk azt a kilövőállomást, ahonnan indulnunk kell, hogy minél kisebb szögeltéréssel tudjunk pályára állni a űrállomáshoz. Ugye ez sem egy kis feladat, hogy nézzük is meg, hogy melyik kilövő állomás lesz a miénk, amíg közelébe lesz a űrállomásnak. Na szóval, ugye nézzük, hogy a űrállomás esetleg pályája éppen mit keresztez. Itt vagyunk a kínain, úgyhogy szerintem abszolút nagyon jó helyen vagyunk, nézzetek oda. Hű. Ennél jobb helyen szerintem nem is lehetnénk most. Ez a kínai Wenshang. Kilövő állás, tökéletesen jó. És akkor fogok nagyon örülni, hogyha a hajtómű, de nem az fog működni, ami kell, hogy működjön. Úgyhogy visszamegyünk a kedves kis hangárunkba, és megnézzük még egyszer, biztos, hogy hidrazinnal működik a manőverfúvóka. Hiszen anélkül nem bírjuk megmozdítani a járművet, hiszen nincsen benne semmilyen giroszkópikus stabilizátor. És most nem is akarok beletenni, hiszen ez egy kicsi jármű. Nem szükséges, hogy tartalmazzon ilyet. Na nézzük, azt mondja engine, hidrazin. Tökéletes. És nem az kell nekünk, hanem ez és hidrazin. És a tartályokban hidrazin van. Nagyon jó hidrazinból. Itt látjátok, tételesen föl van nekünk hozva, hogy miből mennyi van. Ablatorból 700 sok. Lehúzom 400-ra, mert bőven elég. Ja, akkor egy kicsivel több lesz az elérhető delta V mennyiségünk is. Megnézzük, hogy milyen legénységet tud nekünk bepakolni. Ó, bőven jó. Viszont, ha jól láttam, akkor ő lesz a hely meg is van pakolva mindennel, ami kell. Kivéve ezzel. Ahó. Nem. Így. Oké, robbanóanyag se kell. Azaz, a kis könyvecske maradhat is egyéb. Nem fogunk meg semmit. De megfogtuk, jó van. Jó van akkor. Na és akkor remélem, hogy megint újfent nem az a hajtóanyaggal fog működni a manőverfúvók, amivel kéne. Ugye ez egy buga játékban, nem tudom miért. Dolgozik önállóan, akar nekünk segíteni, abszolút fölösleg. Aj, nem jót nyomtam. Direkt innen akartam a kilövő padra menni, nem ki a állomásra.
hanem egyből a kilövőpadra, hiszen minden jó pozícióban van körülbelül. Még sikerült egy órácskát szunyálnom is adás előtt, úgyhogy gyerekek, pakolnom kellett a padlásról lefelé dolgokat. Teljesen kiürítettük a padlásunkat, úgyhogy hidrazin. Még egyszer. Hidrazin. Igen, hidrazinnal működünk. Elmentjük még egyszer, és kilövő pad. Indító pad. Így van. Hát igen, gyerekek, az van Murphy rendesen, meg a többiek. De milyen szép kis legenda vagy slang lett meg egyéb, úgyhogy érdekes egyébként. Szerencsétlen amerikai híradós, hogyha még élne lett, röhögne az egészen, úgyhogy nem is ezt mondta tulajdonképpen. Nem is mondott ő ilyet. Na mindegy, de hát a legenda az legenda. Na szóval nézzük is, hogy hű, de érdekesen árnyékolnak a dolgok. Jó, Szonya, rendezvú, beállj. Azt jó, emlékszem, még mindig űrhajó, igen, a Space Station, úgyhogy be van állítva. És nézzük is, a relatív szögeltérés 23 fok, de majd szépen le fogjuk vágni. Pont a fejünk felett van egyébként a... és nő, úgyhogy bekapcsoljuk a sast. Ez az, és ha jól tudom, ugye a két oldalsónak kell indulni először. Növekedjen a üzemanyag. Nézzük a 1,56 a túlerő tömeg arányunk. Nagyon jó is ez a szög, mert pont így fogunk dönteni, tehát nem ezt az egyenlítői szöget fogjuk követni, hanem erre, hogy ezt a 23 fokot ezt lezabáltassuk, úgy ahogy van, illetőleg nem tudom, hogy megnéztem-e a gimbal limitet, de lejjebb veszük, bizony lejjebb. Nem szabad erősen rántani az űrhajót. Most már szépen lassan elkezdjük a dőlést. Ez a 20-as gimbal limit lemehet 15-re. Itt is 16, jó. Nem cipeljük üresen, jó van, nem cipeljük üresen. Azt hittem, hogy üresen cipeljük magunkkal a szilárd fokozatot. Kettes túlerő tömegarányunk van, és végre, na most már csökken a szögeltérés. Relatív inclination az, ami érdekel minket, a másik az nem, az csak simán inclination. Az a
egyenlítőhöz képest szögeltérésünk, és lassan le fogjuk választani a nagyon nem szabad rángatni az űrhajót. A hangsebességet elértük már. Látjátok, 1,2 ma a hangsebesség. 1,3. Oké, rendben. Igen, látom, hát előfordulhat. Sajnos. Egy kis off, de hogyha folytatódik és nem áll le maga az egész közvetítés, addig nincs is baj akkor. Ó, már csak 19 fok a eltérés. A magasságunk, és lassan leválasztjuk az első szilárd fokozatot. Nagyon nehezen akar fordulni a jármű, de ennél erősebben nem is akarom rángatni. 17 fok a relatív szögeltérés. Szépen dolgozzuk le. Lassan elérjük azt a bizonyos 25 kilométert is. Ahonnan kicsit nyugodtabban hajózhatunk. Úgymond. Ki néz még tévét? Mi az a tévé? Gyerekek, tévé? Nem tudnak olyan műsort adni benne, ami egyáltalán érdekelne. Hát, sajnálatos módon. A jó filmeket interneten is meg lehet nézni, legálisan, teljes mértékben, tehát anélkül, hogy kalózkodnék, vagy bármi, tehát semmi ilyesmi. Kalózkodás nélkül teljesen legálisan. Most fogjuk leválasztani a... Ez az, szépen el is választottuk. És azt nézzük, hogyha ebben már csak 1000 üzemanyag lesz, vagy 3000? 3000. Akkor indítjuk a középsőnek a 10 fok a relatív szögeltérésünk az űrállomáshoz képest. Úgyhogy ez nagyon jó. Teljes erővel a középső. Nyolc fok a relatív szögeltérésünk már csak. És 55 kilométer leválasztjuk a háromvonalazó kúpot. Hát igen, ez egy kicsi dadog a dolog. Sajnos. Az, hogy így levettem a gimbalt,
a űrhajókon. Ez nagyon jó hatás. Valami nem... Az. Jó, jót néztem, tehát relatív inclination, akkor mégiscsak lejjebb kell pakolnom magamat, hogy ez a 8 fok csökkenjen. Azt hittem, hogy már nagyjából hozhatjuk irányba a dolgot, de ezek szerint még nem. Na, és itt láttatok, akkor most végre egy nappali felszállás is volt, úgyhogy egész szépen csökkentjük még a szögeltérést. És majdnem fölöttünk van, kicsit mögöttünk a űrállomás, valahol abba az irányba lehet. Na, és 7 foka. Nem is tudom, melyik szökik jobban, a oxigén vagy a hidrogén, nem tudom. Jó, ebben csak kerozin van, akkor az oxigén, ebből csak oxigén szökik. De valamennyi már megszökött belőle, úgyhogy... És nem a surface, hanem nem a target, hanem az orbit az, ami nekünk kell. 7 fok a szögeltérés, ezt még egy kicsit lejjebb tolom, hogy ha gyorsabban történjen. Hat fok a szögeltérés. Száznegyven kilométert elértük már magasságra, és elég szépen daráljuk lefelé a szögeltérést. Nézzük is meg, hogy néz ki ez a pálya. Sehogy, tehát a mi röppályánk még csak itt tart, de a szögeltér is szépen csökken, már csak 5,5 fok, mint látjátok. Tehát az, hogy ilyen közel vagyunk egy... Ha nincs ilyen lehetőség, hogy váltsunk a pilotaállások közül, az ugye várja meg, míg a pilotaállás fölér a röppálya, tehát míg a bolygó alá forog. Azt hiszem, ez egy kicsit túl bonyolított első fokozat, úgyhogy majd későbbiekben szerintem visszatérünk az egyszerűbb megoldásra. De legalább használunk másfajta hajtóműveket, fokozatokat. Ott van még bőven energiánk. Ugye aktuálisan azt, amit éppen használunk, abban meglévőt nem mutatja. Azt tudom, hogy ezt leresszük, akkor van még 7000 deltavénk, tehát bőven el fogjuk érni a orbitális pályát. 560 valahány kilométeren van a 567, 559, 560 kilométeres körpályát kéne elérnünk, tehát az apoapszit sikerülne addigra föltolni, az nem lenne egy rossz dolog. És csak 3,4 fok az eltérésünk, egy kicsit visszább is húzom a dolgot, hogy a magasságot tudjuk növelni. És szépen növekszik is a magasságunk. Mindjárt kifogy a tartály. Hát tudok, valamiből marad benne. És folyékony oxigén maradt. Hogy a jó édes anyukádat, azt basszájba, bocsánat. Mi az Isten kevert már nekem megint össze? Ó, szenvedős. Meg az édes. Az.
Ennek kéne mennie, de nem ez megy, hanem ez hol a... Hogyan? Hol ez a nyolc? Melyik az, ami megy? Egy megvan. Ja, Istenem, mi lesz, megtaláljuk. Shutdown. Shutdown. Nem. Ah. Na jó. Hajjunk oda. Oké. Shutdown. Shutdown. Nem. Aktív. Oké. Oké. Már csak egy van. Hol vagy? Miért nem mutatod, melyik az? Ja, ez a kerozinos. Ő. És milyen jó, hogy ő most még... működőképes. Fű, ez mázli, gyerekek. Jaj, de nagy a gimbál. Jó. Ez ugye egyszer indítható hajtómű volt, úgyhogy többet nem lehet indítani. Viszont nem néztük meg a fúvókákat, hogy vajon működnek-e. De elvileg még be sincsenek kapcsolva. De csak úgy kíváncsisán. De elvileg be van néhány kapcsolva. Jó, működnek. Működnek. Jaj, de jó. De amíg járnak a hajtóművek, addig tulajdonképpen ez nem kell, viszont ezzel időt vesztettem most, hogy ez ide bekeveredett. Hát ez érdekes volt. Na mindegy. Na akkor most szépen növeljük a magasságunkat. És a relatív szögeltérés már csak 2 fok. Tehát nagyon jó haladunk vele. Szépek a színei. Oké, szerintem napelemeket most. Elektromos energia abszolút nem kell. A napelemeket is föltegyük. Így mi? 1,8 fok a szögeltérés, ezt kicsit rá siettetünk. Jó, ez már sok. Úgy tűnik, hogy egy-két fok megmarad. Ó, ne imbázz! Állj már be egy pozícióba. Azaz. m/s. Remélem elég lesz a üzemanyagunk, ami van még. Mindjárt meg is lesz az orbitunk.
400, 500, sok lett. Jó, akkor meg most már tényleg ezt leválaszthatjuk. És aim, jó, mielőtt elvesztenén, és akkor control from here, szépen ide, és akkor napelem, szépen nyílj ki. És akkor ezt a előző 8 hajtóművet újra aktiváljuk. Remélem mindet. Jó. Azt hiszem megvan mind. Ugye UDMH NTU, tehát ebbe üzemanyag van, ebben van hidrazin. És nézzük, a hidrazinból elég jól állunk. Jó, és akkor létre fogunk hozni na, egy manővert még hozzá. Először is a szögeltérésnél, ugye az apoapszisunk egy kicsit sok, úgyhogy ezt a szögeltérést kéne módosítani. Erre. Ez az, és akkor ilyenkor még nőni is fog a apoapszisz, tehát ez 0,7559 564, jó lett, nem? Jó, jó, húzom. Nem is tudom merre. Erre, erre. Ez az 0,1 fok 565. Jó, 1000 kilométer majdnem a separation. Jó. Tehát 563, 559. És 0,1 fok. Periapszis 177 kilométer. Hát ezt a manővert létrehozzuk most, utána az apoapsziszon. Nem nagy a eltérés, csak pár kilométer. Itt ez a valóságban, ez abszolút nem olyan... jaj, nem, ebben... sikerül mellé nyomnom. És nézzük, van-e fényünk? Ó, van fényünk. Na szóval, rohadék YouTube. Azt mondja, nem, milyen lucot. Van egyébként, tessék, ha ilyen adakozós dolgot szeretnél, itt találod a stream tippet a, alatta. A másikat nem csinálom, mert megvan egyébként, és leadtam a kérelmet, és a basznak válaszolni. Tehát akkor innentől kezdve nem érdekel a kategória. Tehát ugye ki kellett töltenem ott egy kérdőívet ahhoz, hogy ez működhessen. Kitöltöttem, elküldtem, és azóta se válaszolnak. Akkor így nagyjából nem érdekel a kategória. Kedves Marcel! Igen, én velem beszéltél most, de egyébként van egy pár adminisztrátor még. És nem tudom, hogy mi nem küldött neked értesítést. Ja, hogy a YouTube, mert lehet, hogy nincs beállítva neked, hogy küldjön be értesítést. Az előfordulhat. Na szóval, orbitális pálya következik. 20 perc múlva manőver. Kiegészítjük az orbitális pályánkat egy manőverrel, úgyhogy 20 perc múlva. Kilenc, nyolc, hét, hat, öt. 4, 3, 2, 1, és... Na, még egy picit, de csak egy icipicit.
És tényleg? Jó, azt mondja, akkor megvan a pályánk. Manőverfúvók a haló, az megvan. Jó, akkor mindenki okés. Na, szóval, olyan 6 másodperc, 5 másodperc környékén kicsit így megtoljuk a járművet. Ugye 234 méter per szekundumot kell letolni, mindjárt stabil lesz a hajtómű, mint látjátok, 3, 2, 1, és hajtóműindítás. Úgyhogy ez a 14-15 darab hajtómű teljesen tökéletesen jól tud működni. Túlerő tömeg arányunk 1,45, úgyhogy nem is rossz egyáltalán. Az a bajom, hogy ebből a hajtómű mennyiségből ugye 7 darab egyszer kevesebb szerre lesz indítható, hiszen ezek 8-szor indíthatóak. Tehát a külső 7 később fog majd kevesebb szerre indítható. Oké, 0,7 az eltérés, nézzük. Azt mondja, az apoapszisunk az 564 kilométer lett, és akkor apoapsziszon, mivel nekünk kell utolérni őt, az űrállomást, szerintem adunk hozzá egy kis manővert, és valahogy megpróbáljuk kicsit összébb hozni ezt a... Hűha, nézzenek oda! Separation 200 km, 143 km, hő 28 km, na hát, itt a randevú. Nem szórakozol velem. Istenem, ezt az ablaktalan módszerét az Unity-nek meg a Linuxnak nagyon gyűlölöm. Tehát bármennyire is mondják, hogy szar a Windows, de legalább ablakkezelő rendszer miatt az, hogy valahova kattintok egy ablakba, legalább nem csinál ilyen szarságokat, mert ezzel már a hócipőm tele van komolyan. Tehát, hogy valamit megfogok, és akkor minden, ami az alatt van, az működik. Hát menjenek a picsába azzal, hogy az jó. Nem jó. Abszolút nem jó. Na jó, ezt majd finoman manőverfúvókákkal be fogjuk finomítani, úgyhogy szépen ráállunk erre a pozícióra. Nem, Linuxom hál' Istennek nincs, mert ezek után nem is lesz egyébként. Hogy kiderült, hogy Linuxon és ezeken nincs ablakkezelő rendszer, akkor onnantól kezd az egész nem ér semmit. Lehet, hogy egyébként nagyon jó cégeknek, egyebeknek, stb. Felhasználói szinten, ha megfigyelitek, akkor az, hogy nincs ablakkezelő rendszer, tehát valamire rákattintok, és minden, ami az alatt van, funkcionálni fog arra az egy kattintásra, az kurva szar dolog. Ugye itt magában, ebben a játékban ezt tapasztaljuk. Hogy milyen szar dolog, hogy itt valamire rákattintok, és minden, ami amögött van, azt megfogja és működteti. Tehát nincs az, hogy már ez az ablak, ez fölülírja azt, amik alatta van. Ez nem működik. Márpedig felhasználói szinten igenis ennek így kéne működnie, mert így nem lesz probléma abból, hogy éppen milyen ablakban mit csinálok. Ezt aláírom egyébként, Marcel, hogy a Linux ilyen dolgokban tökéletes, de felhasználói szinten használhatatlan. Na szóval, nem sok időnk van, 9 percünk van az orbitális pályamódosításhoz, orbitális bődületes nagy baromságokig. Na nézzük, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, és jó, time warp, 10 másodpercünk van hátra, 7, 6, egész szépen halad a dolog, és most érdekes, hogy működnek a hajtóművek,
De azért inkább megtolom. Az a biztos. És ez nem is olyan túl sok. Ez az. És nézzük. Jó. Ne libegjél nekem jobbra-balra, mert ez gyűlöl, amikor jobbra-balra táncikálsz. 23 kilométer a... nem lefagy, nem lefagy. Jó, ez az. Így manőver fúvókával egy kicsit csökkentjük a dolgot. Hoppá! Jó, sikerült csökkenteni. Na jó. Akkor vissza. Elhasználjuk a hidrazinunkat, a fene egye meg. Hol is van a mennyisége? Nem látom. Hidrazin 222, egy egészet fogyasztunk. Hát a dokkolásra akkor nagyon pontosnak kell lennünk, mert a felét le fogom most zabáltatni. Na, azt mondja, hogy 30 km, most rosszabb pozícióban vagyok, mint ahogy voltunk. A relatív speed sem túl nagy egyébként a szögeltérés. A szögeltérés, a sebességeltérés, az sem túl nagy. Azt még elég könnyen vissza fogjuk fékezni. Na, 13 kilométer. Majd egy kellemeset kell fékeznünk előtte. 6, 5 kilométer, 4, 3, ez mások. Jó. És hogyha így csináljuk. Nem, ez így nem. Jó. Akkor hagyjuk. Ki is kapcsolom a manőver fúvókát, így ide fogunk most varpolni. Elektromos áram. Jól állunk. Jó. Na, azt mondja, hogy a targetig van még időnk. Még egy kicsit közelebb megyünk. Pont jó irányban is van, mert fékezni szeretnék rá egy kicsit. Úgyhogy ez jó. Azt mondja, 4 percünk van eddig. Sas ki. Manőver fúvókát dolgozzanak. Rátolunk egy kis fékezést, és megpróbáljuk a céljelre tolni a retrográd jelét. Ez az. Jó. Így. Azt nem tudom, hogy... Ó, mehetnek a hajtóművek. Ez az. Prima. Na nézzük is, hogy néz ez ki a valóságban. Tehát a 7,4 km lett a szögel, a relatív sebesség különbségünk 23 méter per szekundum, és a separation, tehát a eltérés 7,4 km. Na gyerekek, hát biztos nem vagyok ám fáradt még véletlenül sem. Na, szervusz Gabi, örülök, hogy itt vagy, illetőleg mindenki másnak. Na, azt mondja, hogy akkor még egy kicsit lögdösünk már ezen a szerencsétlen jelen. Egy kicsit közelebb, illetőleg arrébb is került 9 percnyi távolságra a találkozási pontunk, ami egyébként nem rossz. Azt mondja, hogy így. Ha minden igaz, akkor ez így. Na most elsütöttem. Nem volt
stabil az üzemanyag, és ez gáz, viszont ez így szépen vándorol nekünk, úgyhogy olyan 10 méter per szekundúra volt, ezt le kéne húznom, és hidrazinból nagyon zabálunk, tehát nagyon fogy a hidrazinunk. Jó, ez tökéletes. És most szépen megfordulunk a másik irányba. Ja, azért még egyszer átadom ide a irányítást, de innentől kezdve kikapcsoltam a sast. Van 10 percünk talán a találkozóig. 17 méter a relatív sebességkülönbség. Innentől kezdve a manőver fúvókája a főszerep. Szép nyugodtan fordulunk. És meg kell nézni, meddig elég nekik a kaja tényleg. Mikor halnak éhen? Ott 39 nap, teljesen jó. Na és akkor, mint mondtam nektek, ugye egyszer van itt a műhorizontunk, egyszer van itt egy térképünk, ami még mindig csíkostán egy kicsit, de most már nem annyira. Illetőleg azt hiszem ő lesz a célpont adatai. És itt látjátok, itt van, hogy milyen eltérésben vagyunk tőle, XY és Z tengelybe, illetőleg a sebességkülönbségek XY és Z tengely szerint mennyi. A Target Space Station 2A, tehát itt ugyanaz, ezzel is lehet dokkolni, de ugye természetesen ugye azt hiszem, hogy ő az, ahó, így. Ugye itt van még a docking port alignment indicatorünk is, úgyhogy nem lesz gebasz. Na, azt mondja, hogy ez a kis pontocska kell nekünk. Úgy szépen vissza pozícionáljuk magunkat ide. Ez az. Szép, nyugodtan, lassan, hiszen csak 158 hidrazinunk van már. Majd esetleg töltünk az állomáson. Na nézzük. Kellett nekem a hidrazin. Ahelyett, hogy használtuk volna ugyanazt, mint ami a hajtóműveknek kell. Ez az. Jó, állj be, ne használd tovább a hidrazin, mert nagyon zabálod. Félelmetes mennyire. És szépen elkezdjük a összehozatalt. Ó, szépen itt van 16 km a Space Station 2A, de ezt majd szépen visszaszámozzuk majd. Hát ez így fog menni, így nem fogunk dokkolni. Hűha. tizennégy kilométer, 17 méter per szekundum, és van rá 8 percünk, hogy ezt gatyába rázzuk. Nem tudom, hogy elég lesz ez a hidrazin. Ó, te drága kis hidrazin. Oké, na nézzük. Próbáljuk meg ide rántani ezt a azt látom, hogy fogy, de valami borzalmas nehezen mozdul a dolog.
Mi van, ha fékezünk? Aha. Nem jó. Nem lesz elég a üzemanyag, gyerekek. Egyszer nem lesz elég. Ez már gond. Szevasz, Gigantó, örülök, hogy eljöttél. Illetve mindenkinek örülök. És nem, egyszerűen nem bírom olyan erővel tolni a manőver fúvókákkal, hogy ezt a jelet ide ráhúzzuk, nem lehet. Túl nagy. Tehát ez túl gyenge, jobban, pontosabban kellett volna belőni az irányt. Ez nem fog találkozni. Nincs benne elég üzemanyag. Ez van, gyerekek. Ezt a hidrazint föl kell arra használni, hogy meg visszatérjen. És természetesen műszereket se pakoltam félre, így azt mondtam, hogy tegyünk rá műszereket, jaj, de jó lesz nekünk. Úgyhogy, na nézzük. Crew report, és van 5 tudományos pontunk, úgyhogy szépen haza is küldjünk. Így mindjárt ízi be. Nem, ezt nem kell fölküldeni, ez az űrhajót visszaküldjük. Tehát ez így, ahogy van, szépen vissza fog szállni majd. Ennyi, tehát haza fog menni, mert ennyi hidrazinnal nem fogunk tudni már parkolni. Sajnos. Tehát ez már kevés. Esetleg azt kell átállítani, hogy ugyanazt a hajtóanyagot használja, ezt az UDM HNTO-t, viszont akkor szintén jóval gyengébbek lesznek a manőverfúvókák. Baromi nagy az a eltérés. Most ha most meg is forgatom a járművet, hogy álljon rá erre a pontra, az megint lezabál annyi hidrazint, hogy valami őrület. De arra elég még, hogy vissza tudjuk fékezni, és akkor vissza tudnak térni a srácok. Jebediah, Bill és Bob, tehát pont a klasszikus kis kerbákáink, a kis bolondok. Sőt, nem is jó ez, mert ez az, aj, pont borzalmasan rossz irányba, tehát pont elég a hidrazin ahhoz, hogy pozícióba álljunk. Ugye a giroszkopikus stabilizátor nincs, úgyhogy nincs. Ennyi, tehát azt nem tudunk használni. Csak manőverfúvókáink vannak, illetőleg még van annyi, hogy a légkörbe érkezésnél a kabin irányítható maradjon. Úgyhogy ez a hidrazin pontosan elegendő lesz. Arra több hidrazint kell fölpakolni egyébként. Elég gyenge volt ez az eresztés, ez a 4 kis tartály. Tehát elég kevéske. Még úgy tűnik, hogy az üzemanyagunk az viszont bőven jó, mert 3000 delta V, tehát az itt teljesen jó, ez a üzemanyag mennyiség, ami ebbe befér. Ezt a felszálló fokozat, ami van egyébként, ezt azt mondja, hogy 70 km, vagy 80, 75 km-re levesszük a periapszist, és szépen visszatérünk. Ó, ez már sok. Na, még van egy pici hidrazinunk, úgyhogy elhasználjuk, hogy ne ilyen erősen érkezzünk vissza, mert ez egy kicsit borzalmas lesz. Egy kicsit át fogom tervezni majd inkább ezt a járművet. Az egyszerű, viszont most már haza is hozzuk őket addig, amíg ugye van hidrazin benne. Illetőleg lehet, hogy giroszkópikus stabilizátort azért mégiscsak be kéne tervezni ide, erre a járműre. 70 kilométer, hát kicsit följebb akarom ugye 75 kilométerre tolni, amennyire csak lehet, és szerintem éppen, hogy marad benne annyi hidrazin, hogy elég legyen. Jó, le is zárom. Na szóval akkor,
Lépjünk be a légkörbe. Ugye 140 kilométernél fogunk belépni a légkörbe. Szerintem megnézzük, hogy 200 kilométernél tudunk-e csinálni újabb crew reportot, de nem, most nem. Jó, akkor lépünk tovább. Jó, teljesen tökéletes, és akkor szépen megválunk most a műszaki egységtől. Jó, hoaj, de borzalmas ez a kamera nézet, és szépen beállunk fékezési irányra. Ja, igen, be kell kapcsolni a manőverfúvókákat hozzá. Ugye ez pont arra elegendő, hogy csak a visszatérésre. Átszúrtad a kezedet késsel, csak 3 centire volt az én szalag. Ápám, de egy béna vagy, legalább átvágtad volna. Fél munka. Csináltad volna úgy, ahogy én csináltam. Gyerekek, én úgy elvágtam az ujjamat, hogy többet már nem bírom mozgatni. Tehát én elvágtam csontig teljesen úgy, ahogy van. Sőt, ugye a másik ujjamat, azt így végig hosszába fölhasítottam egy flexel. Ez teljesen jó volt egyébként, mert ott még az új percet is átvágtam, és amikor megnéztem az ujjamat, hogy de szép nagy vágás van rajta, és behajtottam, és amikor nem bírtam visszahajtani, és ott fityegett, akkor rájöttem, hogy gond van, és akkor inkább mentem az STK-ba, ahol az orvos kicsit rosszul lett, én meg nem. Na, ez már munka a javából, tehát a fél munkát senki ne végezzen, tehát hogyha vágjátok, akkor vágjátok rendesen. Hát ne sajnáljátok, tényleg, van egyáltalán ejtőernyők? Szerencsétlen, neked hozom vissza, azt lehet közben kiderül, nincs is ejtőernyő. Na nézzenek oda, gyerekek, térünk vissza szépen. Ugye a különböző adataink. Hát, ez van. Na, 120 kilométeren járunk. Ez meg bőven elegendő a visszatérésre, ez a mennyiség. Úgyhogy... Fagyott joghurt a tunganyagban. Jó. Gyerekek, az én, amire én rajtam, ami van összes vágás, sérülés, egyéb, az kimondottan arra van, hogy na, itt nem szabad flexel dolgozni. Minden, ami komoly sérülés, na nyoma van rajtam, az mind flex okozta. Na szóval nézzük, 111 km magasan járunk, úgyhogy... És már lassan megszűnik az orbitális pályánk is. Mindjárt beérkezünk a légkörnek, azon részéből ténylegesen fékeződünk, hiszen tulajdonképpen most nő a sebességünk befelé menet. Ablator meg elég lesz, illetőleg a manőver fúvókának, ami a parancsnoki modulban van, annak a anyaga is elég lesz, de szerintem most már az aerodinamikai hatás is szépen pozícióba fogja tartania. Nem fogja. A műszaki egység az valahol most robbant szét, valamerre, valahol. Remélem jó messze vagy tőlünk. Na, igen, igen, oké, ez közel volt. De nem látjuk, hol, á, ott van, ott száguld. Na nézzük. Sőt, ugye relay lett belőle szegény, ajajajaj, a műszaki modul maradványa. Elég szépen távolodik.
Ez még itt ingázik nekem. Jobbra-balra, ahelyett, hogy megállna. Így. Nagyon helyes. Mindjárt izzani fogunk. Kialakul a plazma. Ne fagyjál le, ez az. Oké. Okay. Így, mi? Na gyerekek, mindjárt jön a erős fékezés. A G-erőket nézem, elég jó még egyelőre. Szépen átjuhanunk mindenen, magasságunk. Hú, 69 kilométer. Le is veszem-e a időgyorsítást most már inkább. És még mindig van manőverfúvóka. Tehát még mindig dolgozik. Ja, valóságban 25 km fölötti járművek már kapnak olyan fúvókákat, mint ez a manőverfúvóka. Éppen azért, hogy a nagyon ritka légkörbe is megfelelő pozícióba lehessen állítani a repülőgépeket. Például az a Starfighter, amelyikkel Chuck Yeager esett, mert ugye a háromszoros hangsebességet ő is be akarta kóstolni, és úgy lett a csúcsmagasságot. És a csúcsmagasság, ugye, ami 25 km fölött volt, éppen ezért már rendelkezett manőverfúvókákkal az a Starfighter. De nem volt kellő tapasztalata Jaegernek ezek használatában, úgyhogy nem megfelelő pozícióban ért vissza a sűrűbb légkörbe a Starfighter. A dugóhúzóba esett, és akkor ez volt. De persze Jaeger ugye katapultál ide. A fejlesztő cégeknek tanulság volt, hogy hiába van egy neves pilóta és egyéb stb. Nem biztos, hogy a későbbiekben tehát erőltetni kell, hogy repüljön, úgy mondja. Nézzük az ablator, gyönyörűen elegendő ez a 400, szerintem sok is, 200 is valószínűleg elegendő lesz, és mindjárt ki is fogy a manőverfúvóka, de nem lesz erre szükség, úgy tűnik. Elég nehéz ez a NASA dokkoló, ugyanaz, mint ami eddig volt a játékban, csak most így ez a neve, hogy NASA Docking System. Mert ugye van a ruszki féle APASZ, nehogy már azzal kompatibilis legyen, de tök ugyanúgy néz ki mind a kettő. Tehát KSP-ből véve. Na, gyerekek. 32 km magasan, gyönyörű szépen érnek vissza a kis kerbájaink, tolunk egy crew reportot, ezt eltesszük, mert nincs antennánk. Az a műszaki modulom volt, ezen ugyanis elégett volna. Na, egy kicsit elhúzza a dokkolónak a súlya egyébként az egészet. Azt mondja, 24 km magasan vagyunk. Úgyhogy még nem nyitjuk az ernyőket. Nem baj, majd a kis kerbálkákkal szépen itt veszünk talajmintát, hiszen hol vagyunk? Tropix. A biomnek a neve Tropix. Ez érdekes. Ilyen nem is találkoztam még a Kerbinen. Tehát a trópuson lennénk. Már meg is nézzük a térképen, hol vagyunk. Afrikába, Dél-Amerikába. Indiába. Esetleg. 16 km magasan. Nem is tudom, milyen magasan fognak nyílni ezek az ernyők. Hűha! 700 méteren? Az nagyon nem jó. És most már nyitom is őket. Jó, azt mondja, hogy... Na, így már jobb lesz a dolog. De szerintem csak az egyiket állítottam át, hogy 1700 méteren nyíljon ki. Igen, ez maradt 700 méter. Az nem is baj.
Jó, ez is maradt 700 méter. Ugye 1000 méter különbség lesz a kettőnek a belobbanása között. És ez nem rossz. Még nem tudom, mert nem néztem meg, kedves Marcel. Hiszen ma is voltak a dolgaim, gyerekek, tehát nem egész nap csak a interneten lógok meg vagyok fönt, hanem ugye vannak dolgaim, munkáim, amiket el kell végezni, még itthon is. Ugye most 3 nap kemény munkám volt, gyerekek, nagyon hosszú volt, nehéz, de örülök neki, mert sikerült megcsinálni. Illetőleg majd a jövő héten ennek lesz még folytatása. Ma viszont itthon kellett ténykedni keményen, úgyhogy a szükséges kis dolgaimat ugye a Facebookon elvégeztem, posztolgattam, aztán ugye itthon ténykedtünk a kettő között, illetőleg tesztelgettem is, úgyhogy el voltam, higgyetek el, mint a befőtt. Na, most már teljesen belobbozott összes ernyő, és de jó, hogy 461 méter per szekundumos orbittal érkezünk meg, de viszont a vertikális sebességünk csak 7 méter per szekundum. Tehát teljesen jó ez a sebesség, amivel érkezünk lefelé. Viszont ezeket lehetne úgy beállítanom, hogy kicsit jobban széllebb álljanak. Akkor valószínűleg még kellene... Lehet még ezen állítani így? Azt mondja, hogy... Nem, az 5. Na mindegy. Itt már nem. 300 méter, gyerekek, és mindjárt nem vannak. És nézzétek meg, 397 az ablatorból a fogyás, a 400-ból, tehát 3 egész fogyott el, tehát... Igen. Az is sok. Szerintem azért beállítom majd legközelebb 100-ra, mert hogyha esetleg valamiért egy gyors visszaérkezés kell, tehát mondjuk egy vész leszállás, akkor bizony képes annyira kifogyni. A végzettségem az, nekem két szakmám van egyébként, egyik az műszeri, a másik pedig villanyszerelő. Illetőleg az általános iskola, már ha egyáltalán elvégeztem, nem tudom, most próbálom a bizonyítványomat megszerezni. Ha azt mondják, hogy nincs, akkor ez itt oda se jártam. Na. Jó, tehát. Érdekes, hogy a talaj fölött lebeg a jármű. Ó, gyerekek, varázslat. Abszolút mértékben pilóta, engineer, tudós, Eva. Gyere, kicsi Eva, nézzük. Tehát először is vedd magadhoz, nem? Nincs tégdét, vagy ilyesmi, hogy fogja és magával viszi adatokat? Érdekes, nincs. Nincs ilyen, viszont repack. Újra tudta pakolni ő is a dolgokat, nézzük. Azt mondja, ték, megfogja, Eva report, és nem tudja megfogni azt a tudományos adatot, ami benne van a űrhajóba, úgyhogy visszaszállunk. És mivel ugye volt, hát csak revív lehetne, nem szépen visszatérünk. Hát. Hú. Na szóval a dokkolás azért sikeres volt, ez az űrhajó, ez még sajnos ezt kell még egy kicsit alakítgatni, mese nincs. És tény, hogy az ablatúr egy ilyen magasságú való visszatérésnél, az a 400 még mindig nagyon sok. A Holdról való visszatérésnél viszont azt hiszem 200 környéken lefogyott belőle. Nem is emlékszem, hogy vissza kéne nézni. Hát azért egy 100-as be fogok pakolni neki, mert hogyha egy erős visszatérés van, annyi valószínűleg el fog azért fogyni. Valószínűleg el fog tűnni belőle. Na, srácok! Egyelőre sajnos ennyi, mert nekem van még azért egy kis dolgom a két live között, úgyhogy nagyon sajnálom, de
A mai egy ilyen kicsit rövidebb lett. A dokkolás az sikeres volt, ennek örülök. Bár ugye szép lassú, mint láttátok, mert azért ugye 40 valahány tonnát kellett ugye szépen oda mozgatni egy 60 valahány tonnás eszközhöz. Érdekes mód, hogy ez a nagyobb volt a kisebb súlyú most, mint a kisebb, mert nem volt benne üzemanyag. Úgyhogy azért két ekkora súlyt szépen közelíteni egymáshoz, csak ilyen szép lassan lehet. Főleg ugye itt az RSS valódi világába, tehát ez másképp nem lehet. Na nézzük, azt mondja, ez megvan. Jó. Szóval akkor szerdán fogjuk folytatni az RSS-t, az egész biztos srácok, tehát ezzel hiba nincs, akkor biztos jóval hosszabb is lesz. Ezt az űrállomásos dolgot mindenképp el fogjuk indítani, illetve majd egy ellátmányos dolgot azt mindenféleképpen föl kell rá valahogy pakoltatni, hogy hosszabb ideig el tudjanak lenni, akár 4-5 évig is, akkor így a Marsot újra föl tudjuk venni majd célpozícióba, mert ez továbbra is a szándékomban van, hiszen most már van tapasztalatunk arról, hogy mit, hova és merre. Na szóval, azt mondja... Na. Jó van. Olvasgatom, amiket írtatok. Na szóval, srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. 10 órakor kezdjük a éjszakai live-ot egy új játékkal, majd ismertet, majd meg fogtok látni, mi az ugye, természetesen. És akkor szerdán akkor újra folytatjuk ugye az űrállomásnak a további építgetését. Na szóval, kellemes további vasárnapot nektek. Szervusztok!